Hát most már látták önök a filmet, gondolom, hogy tudtak képet alkotni arról, amit én el akartam önöknek mondani. Szükségesnek találom önöknek elmondani, még hogyha viszonylag kevesen is vannak, hogy kicsit, hogyha fennebb irányítják, csak éppen, hogy ne az arcunkba süssön. Úgy is jó. Tehát azt szeretném elmondani önöknek, hogy eljött az az idő, amikor el kell mondani az embereknek és egymásnak el kell mondjuk azt a történelmi igazságot, ami körülvesz és amit a tájból ki lehet olvasni, és az teljesen más, mint az, amit tanítanak nekünk és nap mint nap súlykolnak belénk minden irányból. Azok a dolgok, ami itt a filmben elhangzott, az akit érdekel, megtapintható, érzékelhető, és akit érdekel, ahogy a mesében van, és ahogy Szántai Gábor is mondta többször, Born Gergő is, aki nem hiszi, járjon utána. Lehetőség van rá, képekben ezt meg lehet tapasztalni, meg lehet látni, megmutattam a helyszíneket, és legyen önök számára egy kiinduló pont, egy olyan támpont, amit, hogyha nem hisznek benne, akkor meg tudnak tapasztalni és érzékelni tudnak. Az elmúlt idők azt mutatták meg, hogy aljas módon hazudtak nekünk folyamatosan, és valótlanságot valótlanságra állítva próbálták elferdíteni az igazságot akkor, amikor ezelőtt 1000 évvel Szent István eltörölte a rovásírást, és bevezette a besúgásnak a legaljasabb módját, amikor 16 dénárt adott egy beszolgáltatott rovásírás emlékér, vagy egy rovásírás botér. Később ugye megbánta, és felajánlotta az országát Máriának, Boldogasszony anyának, és úgy gondolta, hogy ezzel az ő bűnei le lesznek tudva. Én úgy gondolom, hogy mint minden embernek itt a Földön, van ezek élnivalója, és el kell mondjam önöknek azt, hogy az Árpád-házi királyok bármennyire is mondják bármilyen előadók, hogy bármennyire szakrálisak voltak, hibát hibára követtek el, és az elmúlt 1000 esztendő, ahogy mondtam önöknek, a magyarság szempontjából a leggyalázatosabb idő volt. Nem akarok kiemelni egy kálvária pontot sem, önök jól tudják, hogy van belőle elég, viszont szeretnék beszélni az 1000 esztendő előtti időszakról, és azokról a 10000 évekről, amit a filmben láthattak, megtapasztalhattak. Azok voltak azok az idők, amikor a magyarság teljes dicsőségével és teljes fényével ragyogott, és ez az elmúlt 1000 esztendő, remélem, hogy az utóbbi esztendők történéseivel és az utóbbi hónapok, mondhatnám napok történéseivel bezárul, és át tudunk lépni egy új korszakba, a fény korszakába, ami többet hoz számunkra, és hallhatták előttünk Born Gergőnek, nem tudom, volt-e valakinek szerencséje hallgatni az előadását, hát nagyjából ő is erről beszélt, és minden jó érzésű ember, aki témába járatos, erről beszél, a fényről, a szeretetről, a megbékélésről és egy szebb jövőről. Ezt kívánom önöknek, és hogyha van kérdésük, akkor ha tudok, válaszolok. Kérdezhetnek nyugodtan, hogyha van kérdésük, mondom, ha tudok, de csak ha tudok, akkor válaszolok, mert még előttem is számtalan olyan kérdés van, ami tisztázatlan, aminek megpróbálok utána járni. Azt el kell mondjam önöknek, hogy az elmúlt, a film készítése óta elmúlt időben egyre megerősödik bennem az a tudat, hogy jó úton járok és jó úton járunk.
felségként ez. Hogy ezeket a falakokat újra megművelni esetleg érdemes lenne, és hogy kik tudnák ezt megművelni? Tehát van-e rá ember, hogy belaknánk ezt a területet? Hát a Székelyföldön javarészt művelik, szántják is, de javarészt kaszálják. Tudni kell, hogy mivel havasi legelőkről van szó, legalább kétszer, de inkább háromszor évente meg tudják kaszálni. Sajnálatos az utóbbi időben, hogy nem lehet feletekni az állatokkal, mert nincs állat. A történetét tudják, hisz Magyarországon is a jelenség ismeretes. A multik ott is betelepedtek, és az emberek nem is azért kaszálják meg, hogy vagy művelik, hogy szükségük volna rá, hanem székelyeknél van egy olyan szokás, hogyha van valamelyik, és nem ápolod, nem gondozod, akkor a szomszéd megszól. Hát ezért, de mindenképpen megművelik javarészét. Egyébként megfigyeltem azt, hogy minden település köré, ahol léteznek pallagok, azok mindig ősi települések, és szervesen kötődnek az illető településhez, a település határában vannak mindig nyilván kint a dombokon, ahogy látták önök is a filmben, és az emberek gondosan gondját viselik, és azon vagyunk, és azon vagyok személy szerint én is, hogy az emberek ne adják el, és valamiképpen tartsák meg ezeket a területeket, a pallagokat, mert megmaradásunk zálogát látom benne. Az úr kérdezne, aztán majd akkor... Esetleg ha azokról a kérdésekről hallhatnánk, amik még bizonyítást várnak, amikről a filmben se lehetett még beszélni. Hát... Nyitott kérdések. Igen. Hát akkor, amikor a film elkészült, akkor amúgy a filmben rejtve ezeket a problémákat képileg megjelenítem, felvetem, és hogyha önök behatóban tanulmányozzák a filmet, akkor észrevehetik, hogy már benne vannak a kérdések a filmben. Hát néhány olyan kérdés, ami számomra akkor kérdés volt, azóta már nem az, hogy nem tudtam megoldást keresni akkor, vagy nem találtam a megoldást, hogy problémát jelentett számomra az, hogy a vizek útját terelték olyan formán, hogy adott esetben eltorlaszolták a víz útját, más esetekben meg átvágtak bizonyos gátokat, és leengedték a vizet, folyamatosan a víz útját szabályozták. Tehát grandiózus munkálatokról van szó, nem értettem, hogy miről volt szó. Aztán rá kellett jönnöm, hogy itt nem év ezredekről, hanem százezer évekről van szó, és egymás után következtek olyan kultúrák, akik a saját igényeik szerint alakították. Egyes esetekben beengedték a medencébe a vizet, más esetben pedig levezették. Hogyha volna rá lehetőség, amire most már nincs. Előadások alkalmával szoktam képi anyagból bemutatni olyan gátrendszereket, ahol még mindig lehet látni a kettős gátrendszert egyes nagy keleti Kárpátokról beszélünk, egyes nagy hegyek között, amikor elzárták két hegy között a két hegynek a völgyi rendszerét, és kettős gátrendszerrel, és nagyon szépen látszik, és képileg ezt be tudnám bizonyítani, tudnám mutatni, hogy a kettős gátrendszert és azt az általam konglomerátumnak nevezett ősbetont, amivel ezeket a létesítményeket megalkották. Más helyeken meg lehet látni, ahogy átvágták a hegyet, és felszámolták a vízútjából teljesen, mint hogyha nem is létezne, úgy, mint a mai ember, ahogy egy napi munkával elhord egy kupacot, áthord esetleg egy másik helyre, ugyanúgy mozgatták ezeket a földeket, ezt a földtömeget, és ahogy a filmben mondom, számukra nem jelentett akadályt az, hogy milyen a neme ennek a hegynek, vagy ennek a
területnek, lehetett az andezit, lehetett gránit, lehetett bármilyen szilárdságú talaj, illetve kőzet, nem jelentett akadályt számukra, megoldották azt a kérdést. Tehát ilyenre gondolok, amikor, amit a filmben csak úgy érintőlegesen jelzek, és azóta ezeket a helyeket kutatom, és igyekszem bejárni. Nem egy emberes munka, több emberre lenne szükség, és hatalmas pénzmennyiségre, hogy légi felvételeket készítsünk róla, meg próbálkozzunk azzal, amit előttünk eltitkoltak. És akkor ön kérdezne még valamit, láttam az előbb felemelte a kezét. Tessék kérdezni. Tulajdonképpen elterelődött a beszéd erről, betelepítéssel kapcsolatban, hogy ha folyamatosan ez a kihalás van, hogy van-e valami terv? Tehát nem értem, hogy a terv milyen értelme. Hát, hogy esetleg, hogy... Az asszimiláció megszüntetésére, meg a betelepítés ellen. Mondjuk én nem szeretném hallani, hogy betelepítenek, de lehetséges-e? Tehát Erdély szempontjából kérdezi? Meg Magyarország szempontjából. Tehát azt szeretném tisztázni, hogy... Tehát ön konkrétan mondja, hogy mire érti a betelepítést? Hát az, hogyha a kihalás irányába indultunk el... Akkor... A magyarság? Igen. Igen? Hogy mi lenne a teendő? Hát, hogy befognak-e, tehát, hogy végleg megszűnünk-e betelepítés által. Meglátásom szerint, ha eddig, ezt egyébként a filmben is felvetem, ha eddig Isten nem tüntetett el a föld színéről, hisz itt vagyunk, és csak az elmúlt ezer esztendőben hányszor megpróbálták, és nem sikerült. És sosem a győztes csatáinknak köszönhettük azt, hogy megmaradtunk. Vesztes csaták után is mindig megmaradtunk. És a történelem viharait, hogyha átvészeltük meglátásom szerint, most az utolsó időkben, mert most utolsó időkről beszélünk, és a világ mai állása meglátásom szerint, és ez a világrend, ez mindenképpen meg fog bukni. Ha eddig kibírtuk, akkor most már reménykedhetünk benne, hogy meg fogunk maradni, és be fogjuk tudni teljesíteni azt a történelmi küldetésünket, amit Isten nekünk szánt. Itt az Úr még kérdezni. Örültelek érdekelnének egy kicsit, hogyha bővebben kifejtenék. Tehát én megjelentettem a filmen egy általam röptérnek nevezett, mert másképp nem tudom magyarázni, létesítményt. Tudni kell, hogy azért merem kijelenteni a filmben, hogy röptérről van szó, mert általam 280 olyan települést és pallagkultúrát jártam be, tehát ma létező települést is ennek határába, pallagkultúrát, ami élő, aktív, tehát a méréseim is ezt mutatták, hogy mindegyik sugárzik, és minden egyes településhez kapcsolódik legalább 2-3 ilyen röptérnek nevezett létesítmény, de például Gyergyó-Szent Miklós határában 9 ilyen létesítményt számoltam meg, és kivétel nélkül a plató rész, ami a legfelső része ennek a ellipszis alakú pályának, mert mindig ellipszis alakú pályáról van szó, eróziómentes és vegetációmentes. És meglátásom szerint sosem nőtte be növény, és sosem erodálódott, hisz megvannak, léteznek. És kimutatható, hogyha beadóban tanulmányozzák, vagy tanulmányozzuk a talapzat körül, a mai röptereken létesített a kifutópályának az a rendszere, hogy ki van építve. Tehát látszik, hogy egy olyan 15-20-30 cm-es mélységben teljesen épített jelleget mutat, különbözik az egyéb pallagoktól, ami egyébként körülveszi, és mindig ellipszis alakúak. Csillagászatilag is, hogy elliptikus pályák, ezek mindig
önök számára ismeret, és gondolom, hogy az egész bolygórendszerünk elliptikus pályán működik, és innen gondolom azt, hogy összefügg a kettő. Egyébként a filmben nem teszek említést, de azóta jöttem rá arra, hogy a székely ősváraink, amiről ugye gyalázatos módon azt mondják, hogy Árpád korabeli létesítmények, hát ebből az Árpád korabeli létesítményekből feleltem legalább 350 darabot Kárpát-medence különböző helyein, és kivétel nélkül mindegyik elliptikus alakot mutat, alakzatot mutat, és mindig ilyen pallagrendszernek a központi részén helyezkedik el, és hát én így állapítottam meg, hogy ezek, mivel hogy elliptikus formájúak, csillagászati szempontból voltak fontosak, és benne van a nevében is, hogy vár. Most amikor a mai ember azt mondja, hogy vár, akkor azt mondja, hogy hadászati szempontból fontos volt, oda begyűltek az emberek, és akkor megvárták, hogy jön az ellenség. Hát nem az ellenséget várták, hanem egyebet vártak, égi jeleket és égi jeleket tanulmányoztak ezekbe a létesítményekbe. És ez az ősi szavunk, hogy vár, ez teljesen más, mint az, amit most ránk erőszakolnak. És a székely ősvárak és ezek az elliptikus pályák meglátásom szerint összefüggnek felfogható irányító toronyként is, mert hadászati szempontból semmilyen jelentősége nincs. Igazából akkor volna ez érdekes, és akkor elégíteni ki a válaszom önt, hogyha elmenne és tudna saját szemével szemüre venni egy ilyen építészeti csodát, mert én annak kell nevezzem, és akkor megtapasztalná, hogy formailag mennyire hasonlítanak egymásra, független attól, hogy éppen melyikről beszélünk, és amikor mindig ugyanazt látod, és ugyanaz ismétlődik, akkor felmerül benned a gondolat, hogy ez több, mint véletlenszerű létesítmény. Nem tudom, hogy hátul vannak ellenkezők, mert nem igazán látok hátra a fény miatt. A piramisok jutottak eszembe, csak nézzük, hogy mondtam a piramisokat. A piramisokkal kapcsolatban is sok ilyen fogalomról beszélnek, már ott inkább a kapcsolatteremtés távoli dolgokkal, és integrálódottéről van szó, nincs valami egyéb kapcsolat, és azok is ugyanilyen megoldatlan problémák, hogy a piramisok építették, ott is vannak elképzelések, hogy lebegtek a dolgok, mozgattak, nagyon nehéz dolgok. Hát a piramisokkal kapcsolatosan azt kell mondjam, hogy ha megfigyelték és figyelemmel követték a filmet, akkor láthattak több piramist is. Nem tudom, hogy vették-e észre, ezért mondtam azt, hogy burkoltan sok olyan dolgot jelenítek meg, amire kifejezetten nem hívom fel a figyelmet. Tudni kell azt, hogy legalább 10 olyan piramist fedeztem fel, ami legalább kétszerese vagy háromszorosa a Boszniába felfedezett nappiramisnak, és kifejezetten piramis formájúak. És ebbéli felfedezéseimet erősítették meg olyan emberek, akik a filmet látva hívták fel a figyelmemet, hogy és láttam ezt, hogy azt a piramist itt és itt és itt. Hát láttam őket, és léteznek, építésének módját nem tudom, nem tanulmányoztam. Talán az az én tisztem, vagy az én hivatásom, hogy meglássam és felhívjam az emberek figyelmét. Meglátásom szerint egyébként teljesen mindegy, hogy milyen technikával hozták létre és kik, mert számunkra az a lényeg, hogy kapcsolódik hozzánk és a mi kultúránkhoz, és mióta megjelenték a nappiramisban azokat a rovásírás jeleket, amiről gondolom önök már tudnak vagy hallottak, azóta ebbéli állásponton
csak erősödött, és apéri hitem is, hogy magyar népünknek, vagy magyari népünknek mindenképpen több köze van, mint bármi más mai népnek a piramisokhoz. Egyébként az egyiptomi piramisok is ugyanezt tükrözik. És ha már itt tartunk, akkor szeretném elmondani önöknek, hogy sajnálatos, hogy ugye Angliában ismeret és a brit szigeteken a napkultusz, amit ugye Stonehenge-nek mondanak és agyon látogatják, és nem tudom, hogy önök számára ismeretes-e az, hogy Erdélyben a déli Kárpátoknak a lábánál két olyan hasonló napkultusz emlék vagy emlékhely van, ami legalább van olyan fontos és legalább van olyan szép, mint a Stonehenge, és tudni kell róluk, hogy ugyanazt jelképezik és ugyanazt mutatják, mint a Stonehenge, csak hogy nem angolul beszélnek, hát ezért feledésbe igyekeznek a tudósok feledésbe meríteni. Egyrészt ez azért is van, mert a románok rásütötték, hogy dák emlékhelyek. Tudni kell, hogy a dák központnak, Sarmiszegyet-Tuzának a középpontjába helyezkedik el. Hát nyilván azóta már megállapítást nyert, hogy a dákok valójában, dákoknak semmi közük nem volt ugye a románokhoz, hanem inkább a magyarokhoz, hiszen a dákok azok nem is dákok, hanem tahák. És a tahák a pártus törzsszövetségnek egy igen fontos harcos eleme volt, akik romaiakkal szemben képesek voltak megvédeni a Limeszek vonalán túl azt a fontos, számunkra nagyon fontos létesítményrendszert, ami állt a sóból, az aranyból és egyéb ásványokból. Hogyha megfigyelik, akkor a romaiak mindig áhítoztak azok a kincsek után, amit sosem tudtak megszerezni, azaz 150 évig uralták ugye a Trajanos idejében, amikor meghódítják Dáciát, de az is csak egy röpke 150 év, és utána újra kénytelenek visszavonulni. Történészeinknek ez nem tűnik fel sajnálatos módon, hogy, mert ők azt mondják, hogy vákum volt mögötte. Hát kérdem én, hogy azt a vákumot akkor miért nem töltötték ki, hisz mindig akut problémájuk volt a sónak a beszerzése, és a nemesfémeknek a beszerzése, és ez sosem sikerült nekik. Hát ha nem sikerült, akkor a limeszek mögött kellett létezni egy olyan nép, aki ezt őrizte. Hát ezek voltunk mi. Azok az őslakók, akik itt voltunk, és amikor Árpád népe hazajön, akkor, és a történelemkönyvek ugye ezt nem írják le, hogy egy, illetve hát hazudnak, mert féligasságot mondanak, azt mondják, hogy léteztek őslakók, nyilván nem magyarok, hanem egyéb őslakók, mindenfajta népességet felsorolnak, és itt van a nagy történelmi hazugság, hisz léteztek őslakók, valójában azok voltak az őslakók, akiket székelyeknek neveztek, akik itt székeltek. Ez egy kis zárójel volt csak, de úgy érzem, hogy ide tartozik. Hogyha nincs kérdésük, akkor...